megütés. A monitor szó, figyelő és őrzőt jelent. A Szentgeri és Folyami hadviselés történetének első monitor típusú hajóját, a Jürgen monitor 1862-ben bocsátották vízbe az Amerikai Egyesült Államokban. Büszkék lehetünk, mert 9 évvel később elkészülhetett Magyarországon a Pimmei hajógyáronban, a Budapesti hajógyár részlegében az első két hazai monitor, a Maros és a Lajta. Egyedülben ott álló hajófajtáról van szó, hiszen szervezője nem is hajónak, hanem tengeri háború szolgáló víz alatti rendszernek nevezték. Az alacsony testű, erősen páncélozott felszínű, forgó ágyú toronnyal felszerelt, tisztán fémből épült gőzhajó, teljesen lapos vegyezete, hiszen alig emelkedik ki a Dunából, a vízből, gyakorlatilag az egész hajótér, a kazánnal és a gőzgéppel a viszont alatt érkezik el. 1871, ez egy csodálatos dátum számunkra, és ha észrevesszük az Európai Uniós elnökségünknek, az a sanszunk, hiszen ez a hajó a jövő évek töltében a 140. születésnapjának 140. évfordulójában. Igen, ez egy Európai hajó. Szimbólumává a katonai és mérnöki virtuózitás egyik szimbólumává, hiszen a hadműveletek idején legfőbb egyébként békefenntartással töltöttek, a Dunamedence vízútvonalaitják a végét. Többek között a Drinát, Fekete-tengerén is. Külön öröm számomra, hogy a megannyi történelmi viszontagságot követően megmaradt a hajó az utókorban. Kevés van a világban. Mondhatni, ez az egyedül, amely majd modern hajóként töltetik a funkcióját. Leszerelését követően ugyanis megfosztották gépeitől, tárgyalapától, fegyvereitől, ugyanis hajótestként folyami kavicsot hordó elevátorrá alakították. Az egy kicsit így mondom, hogy ez a látás. Majd szinte teljesen megégett a küldetés bontásra várakozott, amikor is néhány elhivatott hajózási szakember és szervezett lelkesedése, összefogása megmentette majdnem 140 éves osztrák-magyar haditechnikai csodát, amely mára már műemléki védettséget élve, újra egykori pompájában forgonyozhat bármit a kikötőnbe. És mint megbizonyozott, hogy a szintén és katona összefogásával tudjuk a legnagyobb eredményeket elérni. Ennek köszönhetően szakadtunk múltunk egy darabját, elődeink személyiségeinek tárgyalósult formáját. Azt hiszem köszönet illeti a különböző társadalmi szervezeteket, hajózási, különböző hajótörténeteket, hiszen itt állhatunk imáron a gyönyörű szép Lajta fedélzetén. Dr. Hendényi és Kibert Szilvia Urvány a ceremónia keretében vállalta a keresztanyai tisztséget, ezért megjegyem meg, hogy a HM6 történet intézet és múzeum nevében legőszintén köszönöm a helyet. Most felkérem a hajó keresztanyját, színeskedjék a Lajta Monika hajózásra keresztelését, a tengerész, hogy folyami hajózási hagyományokat meg kelljen bőbben. A gondviselés kísérjen utabon, viharban és újbúzban. Kérdez, tervezőit és építőjétását. A rajtok szolgál és elesett, és honvédát örökötjük. Felfámad szól a testületét. Kérdez, mondjátok a jelenét, Köszönöm szépen! 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 Köszönöm szép